A Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke. Üdvözöllek! Szervusz! Szerencsére nálatok is zajlik az élet. Egyik versenynek vége, aztán már lehet hangolni a következő nagy versenyre. Nem is olyan régen volt a U21-es Európa-bajnokság. Kis csapattal mentetek. Ennek ellenére a négy főből ketten érmet is elhoztak. Ez nem rossz arány. Nem rossz arány. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy szomorú, hogy csak négy versenyzőt tudtunk kivinni a lehetséges 16-hoz képest, tehát az egynegyede. Mi az oka, ha már így sajnos az utánpótlásunk nem olyan, mint amilyen kellene, hogy legyen. A versenyzés manapság úgy tűnik, hogy nem annyira vonzó a fiatalok számára. Egyrészt rengeteget kell dolgozni érte, azért ezt mindenki tudja, másrészt meg annyi minden van, amit lehet csinálni mellette vagy helyette, és hát nem sokan vállalják ezt azt a jelentős plusz munkát. Azért, ha belegondolunk, majd ilyen csak egy utánpótláskorú versenyzőnek is heti 8-10 edzése van. A tanulás mellett igazán másra nem jut idejük. Tudom, hogy most nem ide tartozik, de ha már itt szóba került, mi lesz 20 év múlva magyar élsporttal? Mert ez minden sportágnál, amit elmondtál, ez egy élő probléma. Hát élő probléma kétségtelen, ugyanakkor azért azok a sportágak, akiknek a története már meglehetősen hosszú távra nyúlik vissza, és már olyan szilárd alapokkal rendelkezik. Ráadásul olyan remek eredményei vannak, mint a kajakkenunak, a vívásnak, öttusának. Ők mindig vonzóak lesznek, függetlenül attól, hogy ott is meg kell halni ahhoz, hogy valaki eredményt tudjon hozni, idézőjelben a meghalni az edzésen. Igen. A hétköznapokban. Ugyanakkor mi viszonylag fiatal, alig negyed évszázados sportákként már nem abba az időbe alakultunk, amikor olyan hátteret kaphattunk volna akár az államtól, hogy ez hosszú távon megalapozta volna a lehetőségeinket. Tömegbázisunk szerényebb, az edzői bázisunk is elég szerény, függetlenül attól, hogy igyekszünk természetesen a lehetőségeinkhez képest minél inkább, mint az edzők továbbképzésére, képzésére oda nagy gondot fordítani, illetve hát az utánpótlásnak a versenyzés céljára történő megnyerésére is odafigyelni. Sajnos ez nem olyan egyszerű ebben a mai világban, rengeteg elvonó tényező van. Nem mindenkinek az a hő vágya, vagy a leghőbb vágya, hogy egy edző egy edzőteremben üvölcsön, hajtsa őt, sokszor a fájdalom tűrés küszöbén is túl. Hát nem biztos, hogy mindenkinek most ez a célja. Persze az a mi feladatunk, hogy megmutassuk, hogy van mégis értelme, és van benne perspektíva, érdemes versenyezni, érdemes edzősködni. Persze ez nem egy olyan nagyon biztosnak tűnő jövő, mint ami egy szakmában általában megjelenik, bár ma már ott se lehetünk biztosak, mert vannak olyan szakmák, amik rendkívül vonzóak és jól fizetnek, és van egy csomó olyan, ami sokkal kevésbé népszerű, és ennek megfelelően kevésbé jól fizető. Tehát visszatérve a mi történetünkre, tehát nekünk az a legfontosabb, hogy olyan arcunkat mutassuk, és nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, ami tényleg vonzóvá teszi a sportágat. Nem olyan könnyű ezeket az üzeneteket eljuttatni manapság a megfelelő helyre. Ugyanakkor a taekwondo is, mint a távol-keleti harcművészetek nagy része büszkén mondja magáról azt, hogy nem csak versenysportolókat akarunk képezni, hanem egy komplex embert, személyiséget akarunk fejleszteni fizikálisan, mentálisan és lelkileg egyaránt. Tehát egy olyan vonzó megjelenését kellene tudnunk megjeleníteni a szülők számára, hogy lássák, igen, érdemes ide vinni, mert a gyerek itt olyat tanul, azon túl, hogy esetleg az olimpiára mehet majd x év múlva, hogy
fegyelem, udvariasság, kitartás, fájdalom, fáradtság, törés, tehát csupa olyan dolog, ami a mindennapi küzdőszellem, mindennapi életben is rendkívül fontos, rendkívül hasznos. Azt gondolom, hogy ha ezeket az üzeneteket jól és jó helyre tudjuk juttatni, akkor azért van remény arra, hogy tovább lépünk. Most el kellett készítenünk egy sportágfejlesztési stratégiát, le kellett adnunk a minisztériumban a sportállamtitkárságra 2024, illetve 2028-ig. Ebben mi is elég nagy terveket fogalmaztunk meg. Természetesen egy hosszabb távban több mindenre lehet gondolni. Itt azért meg szeretnénk négyszerezni a taglétszámunkat, az edzői létszámunkat is legalább meg háromszorozni. Hogy ezt hogy fogjuk, az egy nagyon hosszú folyamat, és hogy sikerül-e, azért ez nagyon sok mindennek a függvénye. Mindenesetre optimisták vagyunk, mertünk nagyot álmodni. A nagy álomba egy olyan verseny sorozat felépítése történik, amiben bizony a felnőtt világbajnokságig eljutunk. Noha annak olyan költségei vannak, hogy azt a jelenlegi támogatásunk az inte elképzelhetetlenné teszi, de miután egy folyamatról beszélünk, úgy építettük fel, szépen kis lépésenként, hát 8 év, illetve 12 év, azt gondolom, hogy elégnek kell lenni? Hát, ha megkapjuk a hozzá szükséges támogatást, ami nem csak erkölcsi, hanem anyagi is, akkor jó esélyünk van rá. Persze nekünk kell ezért a legtöbbet tenni, tehát a sportág kiközvetítése. Ez kellenek az eredmények is. Hát ez anélkül nem megy, a legjobb reklám, mint tudjuk, az eredmény, és hát a legjobb reklám hordozó az maga a verseny. Tehát ezért is van, ezért több oldalról jött ez a koncepció felépítés, tehát azon kívül, hogy az EMI elvárja tőlünk, hogy egy ilyen sportágfejlesztési stratégiát összerakjunk, azon kívül ott van a budapesti olimpiai pályázat kapcsán fölmerülő lehetőségek, és pont erről az oldalról érkezett egy olyan jellegű támogatás, szemléletbeli támogatás, hogy igen, vállaljunk nagy versenyrendezést, persze ehhez elvileg meg kell, hogy kapjuk a szükséges háttértámogatást, anyagi támogatást is, és akkor ez úgy jelenik meg, mint a médiában, úgy jelenik meg minden fórumon, hogy az vonzóvá teszi a sportágat. Ha vonzóvá teszi a sportágat, sokan látják, ráadásul még jó eredmények is vannak, akkor biztos, hogy szívesen jönnek a gyerekek is majd le az edzésekre, független attól, hogy ott szenvedni kell, idézőjelben mondom, tehát ott azért másfél-két óra figyelem, koncentrálás és elég komoly szellemi terhelés is, nem csak fizikai terhelés. Tehát abban az esetben azt gondolom, hogy nem eltúlzottak ezek a tervek, ezek a vágyak. Szeretnénk beindítani a nyílt magyar bajnokságot, ami olimpiai kvalifikációs világranglista pontszerző verseny lenne, ezt minden évben ősszel, késő ősszel gondoltuk. Jövőre szeretnénk ifjúsági Európa bajnokságot rendezni már, azért az egy kicsit kisebb, bár 40-45 ország minimum ott van egy ilyen eseményen, tehát azért oda is kell anyagi támogatás is, és hát persze az egyéb területek, mint az önkénteseknek a bevonása, mint a szervezőbizottság felállítása. De azért ezekben már van szerény tapasztalatunk, bizakodóak vagyunk, na, ez a lényeg. Hát igen, és ugye hát előbb itt utaltál rá itt, hogy a fiataloknál is 40-45 nemzet várható, ugye? Tehát aztán ez a világon nagyon erős ez a sportág. A mert például az ökörjoknál volt a fiataloknál, az Európa bajnokságon 16 nemzet volt csak. Csak az arányt azért mondom, hogy... Hát nálunk az ifjúsági világbajnokságon ugye... 40-45 inkább az induló létszám, legutóbbi legalábbis az ott. Most a kadett Európa bajnokság volt itt Bukarestben, szeptember elején, ott is 40 ország versenyzői voltak. Egy ifjúsági világbajnokságon ott már 120 ország van. Igen. Felnőtt világbajnokságon 150 körül. Igen. És azért hoztam szóba, hogy érzékeltessük ezt is, hogy egy olyan sportágról beszélünk, ami világon óriási nagyon a konkurencia, erős. Óriási nagyon, a konkurencia. Igen. 206 tagországa van a világszövetségnek, és mindenki szeretne oda kerülni az élvonalban. De nagyon-nagyon nehéz. Hát éppen ez a négy versenyzőből két érem, itt az igen. U21-es, ez
Igen, messze kanyarodtunk ettől. Tessék? Messze kanyarodtunk innen, de most nem baj, mert most pont ott van, hogy látjuk a számokat, és összehasonlítjuk, hogy mégis, hogy tudtok, igen. Tehát lehet elérni eredményt. Ma van, aki hadrafogható minden szinten, úgy értem, hogy a gyerektől a felnőttig, durván 200 versenyzőnk, aki indul a versenyeken, a hazai és kisebb-nagyobb nemzetközi versenyeken is. Ebből van 6-8-10 mondjuk, akiket úgy lehet nemzetközi versenyre vinni, hogy ott pontszerzés és éremesélyesek, és ebből van 4, 3, 4, jó esetben 5, aki ha világversenyre megyünk, ott is az éremszerzés reményébe lép a küzdőtérre. Szóval azért a lehetőségek szűkek, és valóban ehhez viszonyítva az, hogy 4 versenyzőből 2 éremszerzők voltak, és 1 pontszerző volt még emellett, azt gondolom, hogy ez mindenképpen figyelemre méltó. Egy ezüst, meg egy bronzérem, gyorsan tegyük hozzá. Így igaz, egy ezüst és egy bronzérem. Miért nem lett arany? Azt hiszem, hogy ez pont Luca lányom volt, aki a döntőben attól az orosz versenyzőtől, hazai pálya előnyét élvező orosz versenyzőtől kapott ki, aki tavaly a Junior Európa bajnokságnak a negyed döntőjében magabiztosan vert meg. Uh-huh. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon ügyes kislány, ráadásul most már nagylány lett, tehát uh-huh. ő már abszolút a felnőtt mezőnyhöz tartozik. Luca első alkalommal vehetett részt az U21-es, mert 16 és 21 év közöttiek, uh-huh. és Luca majd decemberben lesz csak 16 éves. Az orosz az mennyi volt? Az orosz 18 már, tehát ő már csak a felnőttek között uh-huh. indulhat, de az U21-ben még belefér. És hát azt kell mondani, jó kis meccs volt, de most az orosz kislány volt a jobb. Luca egy kicsit szomorkodott, de mondtuk, hogy nem olyan nagy baj ez. Felnőttek mezőnyébe, azért végül is ez már egy felnőtt mezőny, első évesként ilyen eredményt elérni, sose legyen rosszabb. Úgyhogy, de hát a Rebeka is hozta azt a formát, ugye ők ketten voltak tavaly aranyérmesek az ifjúsági Európa-bajnokságon, a Rebeka bronzérmet szerzett, úgyhogy ő is szépen jól teljesített. Hát most egyelőre ők ketten vannak, akik ebben a mezőnyben lehet azt mondani, hogy szinte biztos éremszerzőként lépnek küzdőtérre. Mm-hmm. Persze ott van még a felnőtteknél Kocsis Edina, aki bár nem sikerült az olimpiai kvalifikáció, de azért még mindig sok minden van benne. Nagy kérdés, hogy ki tudjuk-e hozni, ki tudják-e az edzők hozni belőle azt, ami még benne van, vagy ami benne maradt, mert azért én nekem ott komolyan fájó pontként jelenik meg, hogy ő neki 3 olimpiai próbálkozás egy sem sikerült, és jószerivel mind a háromszor egy hajszálnyi választotta előtt a sikerült. Talán most volt még a legtávolabb attól érdekes módon. Uh-huh. Tehát mind az előző 2 alkalommal, akár London előtt, akár Peking előtt egy hajszálon múlott, hogy kijusson. Most egy kicsit kevésbé volt szerencsés a konstelláció. Mi van vele? Edz már? Elkezdett edzeni? Amennyire tudom, már elkezdett edzeni. Legutóbb válogatott edzésen is megjelent már. Hogy milyen intenzitású, ezt nem tudom. Itt fölmerült akár az is, hogy kihagyná ezt az évet, és rápihenne egy kicsit. Lehet, hogy sok volt neki az az elmúlt időszak, olyan sok minden történt, változás az ő életében is, hogy lehet, hogy egy kis pihenés nem ártott volna. Hát ezt a klubjával kell majd neki pontosítani, de most mondom, legutóbbi hétvégén ott volt a válogatott edzésen, tehát úgy tűnik, hogy kezd teljes erővel ismét munkába állni. Novemberben Kanadába mentek? Igen, novemberben Kanadába, Burnaby-be megyünk, ahol a junior világbajnokság lesz. Kis csapattal megyünk oda is, 4 versenyző uh-huh. ismét. Jó lenne, hogyha ott 2 éremmel tudnánk hazajönni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerülni fog, de egyébként nem vinnénk ki ezeket a gyerekeket, hogyha nem lenne bennük ez a potenciális lehetőség. Már megvan, kik mennek ki? Megvan az utazó csapat, igen. A Luca lányom, a Gadácsi Dóri, Egyházas Andris és a Prát Bence, ez a 4-es fogad, Tóth Balázsval, a válogatott edzővel, uh-huh. utaznak a gyerekek, én nagyon bízom benne, hogy jól sikerül a felkészülés, nagyon feszített felkészülés lesz, egy kicsit az iskolából is, emiatt többet kell, hogy hiányozzanak, mert
Most október közepén a svájci válogatott jön hozzánk Tatára, és együtt edzenek a gyerekek. Utána elmegyünk a szerb bajnokságra, ott az az utolsó, tulajdonképpen a főpróba verseny tekintetében. Majd alig, hogy megjöttek a gyerekek, elmennek Belgiumba. A belga válogatott hívta meg őket. Azt kell mondani, hogy ez egy óriási elismerés. A belgák az elmúlt két olimpiai ciklusban fantasztikus fejlődésen mentek keresztül. Nagyszerű szakmai stáb jött ott össze, és most az olimpián három képviselőjük volt ott. Érmet ugyan nem sikerült szerezniük, de hát ha hárman ott voltak, az önmagában is rengeteget. Majd a következő jó eséllyel, igen. Tehát ők hívtak meg bennünket, és a svájciak is ők jelentkeztek, hogy szívesen gyakorolnának együtt a mieinkkel. Nekünk is kapóra jött ez, mert ott is ügyes, tehetséges, jó képességű gyerekek vannak. Most összerakjuk mind a kettő fejünket, és már az övéket, meg a miénket, és akkor reméljük, hogy egy jó program alakul ki. És aztán november 8-9-e környékén indul ki a csapat, azért egy héttel hamarabb, hogy az átállás, azt a 8-9 óra időeltolódást, ezt kompenzálni tudják, és a lehető legjobb teljesítményt. Ott is edzőtáboroznak, Gondai Vették segítenek ebben a csapatunknak, hiszen ők... Ő már ugye visszavonult, vagy... Ő visszavonult, és... És medzősködik a férjével, nem? Nem. A férje változatlanul edzősködik, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya, az egyik versenyzője, a Melissa Panotta volt kint az olimpián, tehát ők ott voltak. Ivet pedig most kaszkadőrködik, filmez, méghozzá nagyon szép sikerrel, amennyire hallom, itt ott átküld egy klippet, hogy milyen anyagot készítettek. Nagyon impresszív egyébként, és nagyon élvezi. Tehát az fontos, hogy megtalálta most megint a helyét, mert azért egy versenyzést abba hagyni egyik napról a másikra, még akkor is, hogyha az ember úgy tudja, hogy nagyjából meddig akar még versenyezni, az nem olyan egyszerű dolog. Tehát az meg kell tényleg találni az utat, hogy a jövőben hogyan képzeli el az ember az életét. Nos, ennek úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni. Itt is itt vannak a kihívások előtte bőven. Hát ott is vannak kihívások, itt megvoltak már a kihívások, sokat teljesített. Egy picit azt hiszem, hogy neki is fáj a szíve, hogy nem sikerült Magyarországnak egy olimpiai kvótát szereznie, de nem rajta múlt. Tényleg megtett mindent, vállalt rengeteg olyan extra megmérettetést, extra plusz feladatot, terhelést, amit nem biztos, hogy mindenki vállalt volna azért, hogy néhány ezer kilométer távolságba az anyaországának lehetőség szerint eredményeket hozzon. Szóval ez mindenképpen becsületre és tiszteletre méltó, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ő ezt az elmúlt 4 évet, ezt az olimpiai ciklust velünk együtt töltött. A gyerekeknek jó példát mutatott arról, hogy nem kell 20 évesen abba hagyni a versenyzést, nem baj, hogyha nem sikerül rögtön elsőre valami. Kitartó, szorgalmas, elszánt munkával biztos, hogy lehet eredményeket elérni még később is. Szóval akkor a juniorokra vár még egy kemény megméretetés Kanadában. Ez igen, ez az év utolsó nagy. Felnőtteknél már levezetés van, igazán nincs. Jövőre világbajnokság van, tulajdonképpen náluk már a világbajnokságra kell összpontosítani, de most kicsit hagyjuk őket is pihegni, mert elég hosszú volt, és nagyon sűrű volt ez az esztendő. Még akkor is, hogyha nekünk az olimpia kimaradt, ez egy nagyon fájó pont, visszatér, de talán egy friss lendület a következő évtől mindenkinek jót tesz. Tehát jót tesz azoknak a versenyzőknek, akiknek most nem sikerült azt elérni, amit szerettek volna, a többieknek megfelelő inspiráció az új olimpiai ciklus indulása. Sokan, akik most még az ifjúságiaknál ügyeskednek, azért Tokióra már odaérhetnek, benne lesznek abban a korban, hogy akár ki is juthatnak, és nagyon reméljük, hogy most ennyi elmulasztott olimpiai részvétel után Tokióra sikerül egy-két embert kijuttatnunk. Igen, egyszer sikerült a Salim Jóska. Igen, elég régen volt az első olimpiai szereplésünk. Igen, hivatalos szereplése a sportágunknak. Nem is mindenki emlékszik rá, ezért hoztam szóba a Jóskát.
És egyébként akkor nagy visszavonulások, nagy átalakulások nem várható most így akkor a felnőtt válogatottnál, nem hallottál semmit? Versenyzők tekintetében nincsen semmi különös, legalábbis azt gondolom. A mezőny nem lett szélesebb, és ez persze nem túl bíztató, de a fiatalok, az ifjúságiak, azok olyan eredményeket értek el, és olyan elszántak, és annyira akarnak, hogy azért az egy kis energiát, erőt ad mindannyiunknak. Úgyhogy bízunk benne, hogy ők nem fogják akár egy kevésbé sikeres periódus után hip-hop abba hagyni a versenyzést, hanem ugyanolyan elszántan, keményen dolgoznak. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy nem potyog az ölébe egy aranyérem se, semmilyen szinten sem, nemhogy egy olimpián. Tehát ha a gyerekek tisztában vannak ezzel, tudják, hogy milyen munka vár rájuk, ezt azért igyekszünk nekik mindig elmondani, de nem túl dramatizálni. Nem akarjuk túl dramatizálni, de azért tisztában kell legyenek, mert rengeteg lemondással jár. Tehát a saját gyerekeimnél látom, hogy tényleg nincs másra idejük, a héven tanulnak, mert ha hazaérnek, akkor fél órán belül, jó esetben fél órán belül már indulnak az edzésre, rossz esetben még az sincsen, hanem egyik testvér kiviszi a másiknak a hévhez a szerkóját, és akkor együtt utaznak tovább, tehát le se tud szállni, haza se tud jönni, viszi az iskola táskáját, és mindenit magával edzésre. Hát igen. És most ilyen fanatikus gyerekekből kellene egy tucat, vagy több tucat? Több tucat kellene. Vagy legalábbis... Nem egyszerű vállalkozás. Nem egyszerű, de a kihívások mindig jók, mert célt, inspirációt adnak az embernek. Tehát ha most ezt a sportágfejlesztési programot, amit papírra vetettünk, ezt meg tudjuk valósítani. Ez nem lesz egyszerű dolog, de ha mégiscsak sikerül, akkor azt mondhatjuk, hogy igen. Most ez a 25 év, 27 év, mióta a szövetségünk megalakult, azért nem volt felhőtlen sok szempontból, és egyáltalán nem gondolom, hogy a következő periódus felhőtlen lesz. Tehát az, hogy az első anyagi támogatást a Sydney olimpia előtti olimpiai ciklus indulásánál kaptuk, tehát az 1997-ben volt. Addig gyakorlatilag magunknak kellett mindent előteremteni. Az egyesületek segítettek, leginkább akkor a legerősebb egyesület az MTK, szinte minden versenyző MTK-s volt, és aki nem MTK-s volt, az is mégis az MTK-val utazott a különböző versenyekre. Szóval nem volt egy könnyed periódus, azóta egy picit egyszerűbb, hullámzó, hogy milyen támogatást kapunk, de azért valljuk be őszintén, tehát most ebben az évben a tavalyi nagyszerű eredmények kapcsán egy kiemelt támogatást kaptunk a korábbiakhoz képest, ami 30 millió forint volt. Amikor ezt úgy elmondtam most koreai nagymestereknek, akik itt jártak, hogy sőt a VTF főtitkára volt itt a Budapest 2024-es olimpiai pályázat kapcsán a hét elején, amikor elmondtam nekik ezt, hogy nekünk mennyiből kell megoldani a válogatott versenyeztetését, a szövetség működtetését, akkor nem hitték el, hogy ennyiből meg lehet oldani, és azt meg végképp nem hitték el, hogy ennyiből eredményt lehet elérni. Hát persze, mert nem ennyiből, mert a versenyzőknek, a gyerekeknek, mindenkinek hozzá kell járulnia. Tehát nagyon kevés olyan verseny, az olimpiai kvalifikáció, vagy az olimpikonoknak mondjuk a tavalyi világbajnokságon, ott nem kértünk hozzájárulást, de minden más versenyhez, most a junior világbajnoksághoz 200 ezer forinttal kell minden versenyzőnek, illetve a családjának, vagy az egyesületének hozzájárulnia, ami azért elég sok pénz egy családi büdzséből. Más kérdés, hogy a szövetség ennek a kétszeresét, több mint kétszeresét teszi hozzá, tehát egy versenyzőnek az utaztatása és a komplett versenyeztetése az több mint 600 ezer forint, 650 ezer forint környékén lesz. Szóval, de hát csak így tudunk túlélni, csak így tudjuk megoldani azt, hogy a legfontosabb versenyekre, a felkészülési és a világversenyekre, akik tényleg minden szempontból
eleget tesznek a válogatási feltételeknek, azok elutazhassanak, és hát így is voltak és vannak olyan versenyzők, akik bizony az anyagi nehézségek miatt egy idő után kiesnek. Tehetségesek, vagy ha nem is annyira tehetségesek, hogy belátható időn belül olyan kiugró eredményt tudjanak elérni, ugye akkor az ő támogatásuk arányosan szerényebb, és akkor vagy bírják családilag, vagy nem bírják. Vagy bírja az egyesület, vagy nem bírja. Ma kevés egyesület bírja el ezeket a terheket, a családok meg, hát szintén nehezen. Hát igen, ez egy külön téma lehetne, hogy egyesületek hogy tudnak egyáltalán talpon maradni. Tehát időnk sajnos lejárt. Nehéz helyzetben vagytok, ennek ellenére szorítunk, és Kanadából legalább egy érmecskével hát, ha sikerül hazajön ennek a kis csapatnak. Bízunk benne, nagyon bízunk benne. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.